Édesanyám megátkozott, édesanyám megátkozott. Mikor a világra hozott, mikor a világra hozott, hogy ne legyen soha egészi fiúságomba. S titkos szerelem nem jó, mert az búra hajlandó. S titkos szerető nem jó, mert az búra s úgy ki tudnám panaszolni magamat. Ha von, aki meghallgassa szavamat, s minden búmat, bánatomat kisírnám. Miért csalogatsz, ha nem szeretsz igazán? S ugye megyek, hírt sem hajtok felülem. Párja vesztett, kismadár lesz belülem. Felmegyek az zöderdőre zokogva. Fészket rakok, egy ne felejts bokorra. S keserű víz cukros szívre, keserű víz cukros szívre. Már az életemnek vége, már az életemnek vége. Sá-l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 á. S addig járjá, babám, sírva, addig járjá, babám, sírva. Míg a fűzfán terem szírva, míg a fűzfán terem szírva. S az akácfám piros rózsa, s az akácfám piros rózsa. Magyar szováti dallamokat hallottunk Fekete Borbálától. Bori kódja 16-os, már is küldhetik, hogyha elnyerte tetszésüket az Ifjú Hölgy produkciója. Plusz 36, 20, 30 vagy 71 számot követően a 44, 22, 9, 99-es telefonszámra, de használhatják a MediaClick Plus applikációját is. Meghallgatjuk Sebestyén Mártát, jó? Ha meg tud szólalni Sebestyén Márta, mert bizony a torkomat szorongatja egy kis gombóc, gyönyörűen énekeltél. Sok év rutinjával érkeztél, nem csak mint páván szereplő versenyző, hanem már kicsi gyerekkorodtól, ugye olyan családban felnővén magadba szívtad, gyakorlatilag sejtszinten ismered ezt a zenét. Ez óriási helyzeti előny az ember. Édesapja is, testvére is, népzenész.
Én nagyon örülök, hogy érzem, hogy érlelődik benned ez még a tavalyihoz, vagy a korábbi évekhez képest is. Hát ahogy növekszünk, idősödünk, annál jobban megérünk ezekre az érzelmekre. És ugye gyakran mondják, hogy egy fiatal lány, mi a nyavajának énekel ilyen kesergőket. Ez az igazi kihívás, amikor valaki fiatal, tele van, kirobbanó energiával, és mégis képes erre a visszafogott, gyönyörű, bensőséges éneklésre, ami olyan nagyon-nagyon magasra teszi a lécet, hogyha egy énekes ezt meg szeretné tanulni. Ezért is van az, hogy többnyire idős asszonyoktól halljuk, hiszen ők ilyen nyugodtak és gyönyörű énekesek, fiatalon ezt nehezebb talán megtanulni, neked sikerült. A tempók gyönyörűek voltak, hát ezek a dallamok és a szívemarkoló szövegek, ezt úgy énekled el, hogy elhisszük neked. Tehát én nem is várom el, hogy közben hókusz-pókuszolj, mert mindig azt hiszik, hogy egy énekesnek magát mórikálni kell, valahogy el kell adni, amit énekel. Ez így, ahogy van, ez gyönyörű volt, csodálatos volt. Sajnos az utóbbi időben többször jártunk pont édesapáddal is Magyar Szováton temetésen. Ez az idős generáció megy el egy másik világba, de itt hagyták a sok gyönyörű éneket és zenét, és nagyon boldog vagyok, hogy ilyen jó kezekben, illetve jó torkokban lesz, mint például nálad is. És szerintem ne szégyeld azt, hogyha akár népi énekesnek is írnak, én is népdalénekes vagyok. Tehát attól még az ember egymillió dolgot csinálhat, mindig megmarad benne ez a biztos alap, amit belőled is érzed. A népzenének ilyen magasfokú ismeretét, szeretetét és a tiszteletét. Én ehhez csak gratulálni tudok, és sok-sok sikert kívánni neked, és sok örömet. Köszönjük szépen Sebestyén Mártának!